Sziasztok! Tudtátok, hogy a Zalavár megyei Szent Rafael kórháza jogelődjét is számolva idén ünnepli a 175 éves fennállását. A posta épülete mellett áll az úgynevezett Ispita ház, aminek hagyma sisakos tornya azt jelzi, hogy valaha kápolna is volt benne. 1806-ban építették szegények menedékházának, Pintér Máté püspöki uradalmi számtartó hagyatékából és más magánszemélyek felajánlásaiból. A Szent Peregrinről elnevezett kápolnájában imádkoztak az ellátottak, azon tehetős, jómódú zalaegerszegi polgárok lelki üdvéért, akik rendszeresen támogatták őket. A kápolna 1927-ig az olai templom felépüléséig működött, akkor belső berendezését is a ferenceseknek adományozták. A szegényház kibővítésével itt nyílt meg 175 évvel ezelőtt, 1848-ban a város első 12 ágyas kórháza. Később orvosi rendelő és tüdőszűrő állomás is került ide. A 20. század végén bankká alakították át. Ha kíváncsiak vagytok városunk történetére és a hasonló érdekességekre, vagy csak szimplán ti is szeretitek Zalaegerszeget, kövessétek az oldalamat!